egy újabb brawler játék. Nem tudom, hogy az én figyelmemet nem, tehát hogy valószínűleg az én figyelmemet az, amit elkerülte, hogy itt megjelennek amúgy brawler játékok, mert hogy most idén nagyon sok jelenik meg, többek között a Multiversus is, ami egyébként ingyenes, és most itt van ez az újabb, ez a LEGO játék, ami licenszelt LEGO játék, szeptember 2-án jelent meg, tehát alig pár napja, és egy 40 eurós játékról van szó, ami elérhető Switch-re, PS-re, Xbox-ra, én Steam-en játszom, de GeForce-nával is játszhatjátok, és benne van az Apple Arcade-ben is, tehát hogy telóról is csapható. Miért más ez a brawler játék például a Super Smash Bros. Képest is? Mert a srácok LEGO tematikájú. Tehát, hogy LEGO karakterek, ikonikus LEGO helyszínek, ugye Ninjago, Jurassic-os is van, Kalóz arénák is vannak. Ha megnézitek majd a LEGO Brawl-nak az oldalát, ott még jó pár ikonikus pályát felismerhettek, amik így vannak. Állítólag a saját figura összerakásával hát 77 trillió lehetőség van. 8 fős egyébként a multi, max 8 fős a multi, ezt egyébként lehet lokálba meg online is játszani. Különbség még, hogy van PC-re és nem 80 euró? Ezt most nem értem, ezt a kérdést, Phoenix. Szóval brawler játék, itt verekedni fogunk. Elvileg a pályákon még építeni is lehet. Többfajta játékmód is van, srácok. Tehát, hogy elvileg van Battle Royale mód is benne, de simán van solo mód, amikor mindenki ellen van, csapatos móka is van. Ilyen 4v4 szituáció, van pontfoglalásos játékmód is. Én azt mondom nektek, kezdjük a tutoriállal, legalábbis így indul el egyébként a játék. Így. Csak hát én még be akartam állítani stream előtt a dolgokat. Ja, hogy a különbség, hogy van PC-re és nem 80 euró. Ja, értem. Át kell írni a játék kategóriát? Amúgy nyomni akartam egy pauzt, de rányomtam pauzra, és így kilépett a menübe. Pillanat. Nem frissült a kategória? Nem frissült a kategória, köszi. Tehát arra kell menni, amerre lila zászló van, srácok. Igen. De fura volt a támadás. Na itt most meg kell védenünk a pontot. Most így micsoda? Nincs fegyverem. Jézus, mit a... Jézusom, hát inasba tesznek, srácok. Miközben én... Ő velünk van. És tényleg tudok amúgy építeni. Ezzel nem vicceltek. Valami visszaszám. Győzelem. Ez most így nagyon fura volt. Ez nagyon fura volt. Olyan kis jelentéktelen ütése volt a karakteremnek. Ez nagyon fura volt. Meg hogy mi történt, így nem igazán értettem. Ez a tutorial nagyon furi volt. Nem, srácok? Igen, azt látom, hogy én vagyok az első. Három karakter közül lehetett választani.
És én a heroikus lovagot választottam. Ez most micsoda? Megkaptuk a halakat, mint fegyver ezek szerint? Na, hát most jön a karakter testre szabás. Azt mondja, hogy tudunk választani ilyen primédek közül. Azt mondja, heroikus lovag, interkaraktikus Chaisi. Super wrestler. És a cicás kosztüm. Hát ezeket a primé dolgok nem érdekelnek. Tehát például tudunk olyat csinálni, srácok, hogy a lovag cicás maszkba, vagy szőke hajjal. És egy csomó még le van zárva, tehát játszanunk kell ahhoz, hogy ezeket feloldjuk. Jó. Jó étvágyat, Phoenix, meg jó étvágyat mindenkinek. Jó. Aha. Ez jó lesz, ez tetszik. Azt mondja, hogy köpenyt is be tudunk állítani. Ha, tehát a lovagi öltözék az nem passzol, srácok, a hajjal. Pillanat. Aha, hát ez szívás. A szívás, srácok. Hát akkor az úgy béna lenne, úgyhogy visszamegyünk a lovagi öltözékhez. Jó. Mi van még itt, azt nézzük meg. Aha, viszont lehetne más pólónk alatta. Jó, maradjon ez a szürke. És övet is lehet választani, ha jól látom. Például lehet farkam. Na, hát ez a farkas lovag lesz. Szőrös lábbal? Jó, maradhatnak a lovagi lába. Na, hát állítsuk be, hogy... Ja igen, szőrös láb, jó. Szóval állítsuk be, hogy mi legyen a kezünkben. Hát itt tényleg sok minden van. De menő. Lézer kard, heroikus kard, halak. Fehér boxoló kesztyű. Mehetnek amúgy a halak, megnézzük milyenek ezek a halak. Ez nem tudom mi ez a Chalice. Jetpack. Legyen ez a jetpack. Bár nem tudjuk, hogy ez most így micsoda. Tehát ugye ez itt nem tudom milyen beállítás, úgy... Nem tudom. Úgy hiányzik egy kis magyarázás a játéktól. Ti értitek, hogy amúgy most miről van szó? Mi az, amit most állítunk? Tehát, hogy nem én jöttem az öltöztetőbe, hanem a játék, és most így nem tudom, mi az, amit állítok. De azt most így állítom egyébként. És értitek, hogy mi van? Akkor jó. Azt hittem, hogy csak én vagyok boomer. Kozmikus glider. Hát ugye ez az, amit építettünk így menet közben, de hogy ez itt micsoda, meg ez is itt micsoda, gőzöm sincs. Hát éppen nem kéne ez egy imót. Antigravitáció. Ez menőn néz ki. Jó. Jó. Jó, én nem tudom, el lehet menteni? Persze. Ja, de adjunk neki nevet? Na, adjunk neki nevet. Az lesz a neve, hogy a nevetséges. A nemes kis cica. A nemes kis cica, ő lesz az. Tökéletes. Ez túlságosan minimalista hud, csak annyira minimalista, hogy még azt se tudod, hogy mi van. Éppen nem kéne a vonatból ezek felszedhető itemek a játékban. Jó. Hát gondolom Brawl. Na, és itt vannak a játékmódok. Gondolom itt lehet választani. Western játékmód. Free for all. Black, Tron és Video. Most valami visszaszámolás van. Gondolom, hogy választom ki, hogy mit akarok.
És hogyha nem választok semmit, akkor mi lesz? Na? Western lett, srácok! Jó, hát nekik már menő skinjeik vannak, srácok. Ez nem ér. Ja, ez pályaválasztás volt akkor csak simán? Én ilyen Jurassic-osra akartam menni, de azt meg nem láttam. Lehet azon voltak az előbb, akik itt voltak a lobbiban. A bandita csapatban vagyok. És itt pedig a sheriff csapat. Na, tehát tudjátok hova kell menni? Az ászló. Aha. Jaj, nagyon jó ez a széna bogja, vagy mi. Gyere ide! Inas, inasba rakva. Amúgy lehet mással is ütni, vagy hogy van ez? Olyan... Nem adja meg azt az érzetet, amikor így megcsapkodom az ellenségemet, hogy na most meg lett csapva, hanem csak úgy... Olyan ütés, olyan kis lagymatag ütés. Nem tudom, hogy ez a karakter miatt van, nem? Vagy ez most így micsoda? De hogy így nem adja meg azt a kielégítő érzést, amit amúgy a brawler játékokban megszokhattunk. Vagy csak nekem nem tudom. Vagy most akkor megöltem valakit. Semmilyen kombó? Nem, hát nem tudom, én nem tudom. Az a helyzet, hogy nem írt semmi ilyesmit a játék. Most azt se tudom, hogy botok ellen játszom, vagy most így mi történik. Ez benyertünk, én meg azt hittem, hogy kilépek. Nincsenek olyan durva hangok, meg effektek, mint amik ezekbe kellene. Ja, például a csattanás a headinél, de ott mondjuk menő a lövés is. Most ez mi volt? De kaptunk egy pite vetőt. Na. Mehet. Kalózkodás. Bazi nagy számok, mennyit damolunk, így van, jellegzetes hangok, ilyen mit tudom én micsoda. Olyan kis semmilyen volt az ütés. Most akkor én szavaztam szerintetek? Azért a hallal csapkodni elég menő volt amúgy, szó se róla. Tehát, hogy van egy gomba, amivel ütni tudok, illetve craftolhatok, de van elvileg valami lovas izém, meg jetpackem. Létó, köszi szépen a 9 hónapot. Sáncok, peregjenek a szvegek. Na, itt most pontot kell fogni. Ez inkább tűnik valami gagyi mobi játéknak, ha nem lenne Lego a nevében, akkor hogyha nem játszana vele. Amúgy olyan mobil játék feelingje van. Ja. Hát valamit föl lehet venni, és akkor el lehet nyomni a jetpacket. De hogy mit lehet fölvenni, meg mit ad az a valami, azt nem tudom. Na most például van jetpackem. Na, most már tudok ilyet csinálni. Ez menőnek tűnik. Ilyen pénzvetőm van. Nagyon jó. Hát mindenkit levet, izé. Srácok, leesett. No. Wow! De most mi alapján tudtam ágyút craftolni? Én amúgy...
ezek most botok amúgy? Hát, hogy agyatlanul megy előre. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Most van például két jetpackem. Ez amúgy elég menő. Megnyertük amúgy. Valaki rá tudna nézni a Steam chartra, hogy ezzel a játékkal játszik rajtam kívül valaki? Köszi szépen amúgy Konekoa, amint hogy Kokeno Bertánnak a harmadik hónapját. Top Brawler Achievement. A Brawlhallában például van egy ugyanilyen pálya. Hoppácska, az is ilyen kalózos? E-sport szinten tolodná, igen. Na, amúgy ez tök jól néz ki, tehát hogy én olyan... Igen. Válaszunk témát, hogy stadokat szerezzünk, a stadokkal lehet új itemeket feloldani, igen. És akkor lehet teljes összetedni a setet. Tehát akkor most válaszunk témát. Hát egyértelműen srácok Jurassic World, de hogy itt vannak a témák. Alien Conquest, Castle, Hidden Side, Jurassic World, Monkey Kid, Ninjago, Ninjago Prime, Ninjago Seabound, Pirátusos, Space, Vidinho, meg Western. Hát, hogy ilyeneket lehet összeszedni. Ezek szerint a tutorial volt, srácok, ja. Na, tehát Jurassic, Claire, aha. Mitchell-ek. Welcome to Jurassic World. Lex Murphy. Ez 40 eurós játszik. Wow. Ezek ugyanazok a cuccok, amiket majd fel lehet oldani. Harry Woo. De zsír. Stiggy Moloch. Hogy nyomja. Hoppá, ilyen Malcolm. És Alan Grant. Vegisaurus. Ezt meg kell szerezni. Jó, na és akkor most valamit fel tudunk amúgy oldani szerintetek? A Steam chart szerint a demóval 13 ember, a teljes játékkal 0. Ez nem hangzik túl jól. Azt nem tudom, hogy most itt mi van. Na, tehát ott van például Blue vagy Beta, én nem tudom, valószínűleg amúgy Blue. De hogy így... igen. Például van-e 40 stadunk? Meg tudjuk-e őt venni? Lehet ilyen custom meccset nyomni. Itt a kollekciónk. Na, például megvan a bohóc is. Megvan a bohóc is, meg a fegyvere. Meg ez a nyusz is, arc is megvan. Játszunk egy másik karakterrel, srácok? Nem a partira akartam rányomni. Igen. Na és akkor, hogy is kell ezt? X. Na ez az, amit kerestünk. Nyuszi. Nyuszi, és akkor a nyuszinak legyen...
Hát ugye itt nem lehet lejjebb menni. Nyuszi legyen fehér box kesztyűvel? Jó. Na ez a jetpack, ez olyan volt, hogy így, ilyet nem. De most már tudjuk, hogy ez a három... Mondjuk nem tudjuk. Tehát a jetpack az ilyen, amikor szítítettünk ilyen villogó ízét, akkor ilyet tudtunk craftolni. Karóta Launcher. Na, ez mehet. De hogy például ez például nem történt meg, hogy ilyen nem legyen. Azt nem tudom, hogy lehet. Ez a Hammer Car is amúgy menő volt. Legyen ez a Rocket Fist. És akkor hívják a karakteremet úgy, hogy akarunk egy fekete farkat. Nagyon jó. Szuperhős köpennyel. Akkor nem kell fekete farok. És ő legyen az Amazing Bunny. Vagy legyen a Super Bunny. Super Bunny. Tökéletes. Super Bunny. Kész. Ez ennyi. Mehet, srácok. Super Bunny. Prol. Nem akarok adatokat szolgáltatni a szokásaimról. Megértették, nem fogják használni a tökéletes, mert a Jurassic World-ös pálya. Én arra szavaztam, én azt akarom nyomni. Köszi egyébként Scott az info. Na az ott elég jól néz. Az ott elég jól. Jó, ezek már playerek, srácok. De amúgy teljesen fölöslegesen szavazok, mert hiába szavazok akkor, amikor még nincsenek mellettem más playerek, nem az lesz. Hát de pont azzal utasítod el, Slayer, hogy nem szolgálsz magadról adatokat, ugye az iPhone-nál ezt be lehet állítani. Ellopta. Szevasz, az best. Na, ez valami ninjagós pálya, srácok. Ezt ti ismeritek? Oh. Érted, elővettem a pisztolyomat, azt lepufogtattam őket. De amúgy közben meg inasba raknak minket csúnyán. Jé, nincs, hogy... Parancsolsz! Karate Crystal eliminált minket. Na, majd most. Na, ez a beszéd, srácok. Na, megkaptuk. Kapják. Itt van Aquaman is, ahogy látom. De mi az a hatalmas izé? Az a sárkány. Az úgy nyomja. Értem.
Ja, én vagyok a sárkány! A sárkány én vagyok. Aha. Tehát ők felvették a sárkányt, azért voltak ilyen menők. Nagyon szoros egyébként a küzdelem. Srác rajta állt a ponton, hogy nyertük meg mi? Le kellett volna minket zavarni a pontról? Oh, hát, szuper bunny. Srácok, MVP szinten nyomtam. MVP szinten. Nekik, ezeknek a srácoknak még valami jelük is van. Stud ott szedtünk össze, de hogy az... Aha, most meglett valami. Na tessék. Na tessék. Össze kell szedni az összes darabot ahhoz, hogy állakoljuk a chestet. Pillanat, szeretném... Nem, én most innen kilépek. Tehát, hogy... Tehát. Itt vagyunk alul, 2%, oké. Okay. Kiszedtem valami fejet, ami nem úgy nézett ki, mint Claire-nek a feje, az most mi volt? És milyen ládát állokkolunk? Mi ez a 25? Ez az e-sportoló rankom. Srácok, én vagyok a 194-499. Á, hogy ez a rankom. Itt van amúgy alul. Aha. Milyen játékmenet? Olyan csecsemőknek való. Na most az a kérdés, hogy mehet a bohóc? Mehet-e a bohóc? Az a kérdés. A lézerkarddal. Hát hogy nem mehetne? Most már ezt használtuk. Ez nem tudjuk mire jó. Lézer barázs, hadsz olyan. Jó. 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 Na, de én most a Jurassic World-os pályán szeretnénk menni. Jó, itt nincs itt. Kapásba lehetett, hogy innen kilépünk. Itt sincs itt. Innen is kilépünk. Itt sincs itt, úgyhogy innen is kilépünk. Mr. Streamer úr, a pénteki mobilos game az PC-ről fog futni emulátorról, vagy mobilról és capture, vagy van PC portja? Telóról fogom nyomni. Vajon mennyi szer kell kilépni? Szóval ja, amúgy emulátorral szoktam streamelni a játékokat. De szerintem most ez telóról lesz játszva. Na hát el se hiszem. Kettő szavazat van a Jurassicon, most meg sok a kérdőjelen. Kettő szavazat a Jurassicon. Három szavazat a Jurassicon. Ha nem Jurassic lesz, kilépünk. Csak mondom. Jó. Ezt amúgy kaptam ajándékba? Hát... A hazai forgalmazótól kértem, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy ez milyen. A menő Jurassic, hogy zene volt alatta. Szerintem lefagytunk. Vagy valaki mókolt switchről játszik.
Ez... Na. Na, ez a játékmód FFA. Vagy Battle Royale, én nem tudom. Ő hogy dodzsolgat úgy amúgy? Hú, ez biztos valami menő támadás. Ez amúgy Battle Royale-nak tűnik nekem, srácok. Jézus, atya, ú, ját, meghalunk. Jézusom, hagyjál, hagyjál már. De ez mi volt? Hát ilyen, ez csalás, ez egyértelműen csalás van. Ez FFA, oké. Okay. Hát én most konkrétan nem tudok semmit sem csinálni, mert rajta van egy pizza. Mi a fene történik itt a képernyőn? Ott nem tudunk kimenni. Srácok, élettem. Élettem a... Tudok csapni a farkammal. Oda nem tudunk bemenni. Hol az ellenség? Az nagyon jó. 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 Ez eddig 5 kill. Jó? Jó. Elsők vagyunk, csak mondom. Ez a pálya amúgy elég menő. Meg lettünk répázva. Mehet a kicsi dino. Valaminek mindjárt vége lesz. Hoppácska. 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 Már megint győzelem. Már megint győzelem. Nagyon, nagyon uncsi ez a játék. Mindig csak győzünk. Nem lehetne egyszer mondjuk veszteni? Na, most kaptunk valamit a ládába. Most megkaptuk amúgy az egyik karaktert, Claire-t. Megkaptunk egy lábat. Ez a Picasso lesz amúgy? De a Picasso-t miért kapjuk? Most jött meg a világító torony, miközben te legót streamelsz, véletlen lenne? Kétlem. Ennyi. Tehát a nézők IRL droppokat kaphatnak. Konfirmálva. Jó, tehát várjunk. Tehát jól értem-e azt, srácok, hogy mindegyik LEGO pályának valami tematikája van. Tehát például ez a dínos ilyen FFA móka volt. Oh. Aha. Ezek ilyen presetek amúgy, amiket nézünk. Meg a brawlerek. Uh-huh.
Mellettem felépült egy Lion Knights kastély, elképesztő. Na, ott van. Claire, limitált kiadás. Jó, hát én akkor vele szeretnék lenni. Hogy is csináljuk? X. Na, tehát akkor mehet a Claire. És a Claire kezébe adunk egy... Mit adjunk? Az helyzet, menjen a... Ilyen a lézerkard. Viszont tudunk olyat csinálni, hogy Claire haja mondjuk ilyen legyen. Vagy ilyen. Elképesztő. Jó, és akkor... Aha. És ezek még ilyen régi Lego fejek. Tök jó. De Claire-nek lehet köpenye. Super Claire. Egyértelműen Super Claire lesz, srácok. Jó, vagy legyen farkas? Legyen farka? Claire-nek. Ú, ilyen cicás lesz. Na várjatok. Cicás. Nagyon jó. Cica Claire. Kitty? Na, én azt szeretném, hogy nem lehet átnevezni. Hát igen, mondjuk meg is tudom érteni. Cool kittens. Persze, ez nagyon jó lesz. Jó. Na tehát, miért csak ninjagó van ebbe a lobbyba? Fúj. Mint hogy nem fúj. Csak nem ninjagós pályákon akarok játszani. Hát a Hidden Side, na tessék. Meg az a majomkölyök, azt is meg kéne nézni. A legmeglepőbb, hogy licenszert karaktereket lehet átszabni. Ja. Csak ugye akkor már nem az lesz a neve. Neki például az a neve, hogy Onbergi Jeplik Knocker. John Hammond. Wow. Valakinek már megvan John Hammond. Azok aztán játszanak ezzel a játékkal. Komoly. Fluffy Kitty olyan nevem is lehetett volna. Team Jack és Team Rose Davis. Control the point. Igen, igen, erre megyünk. Amúgy nem tudom, mi ez a... Nem tudom, nektek megmondani, hogy mi ez a téma, amiben játszom most éppen. És ő hogy ment le, amikor én csak ugrani tudok. Én nem tudom, hogy ugrottam. Szerintem itt meg fogunk halni. És valami heal. Hogy nyomta a dance-t, azt láttátok? Van egy arc itt a csapatban, aki itt kempel az elején. Na várjunk, control the point. Igazán mutatlatna a játék, hogy hol az a pont. Az van. Ott, tehát konkrétan a srác a játék legelején spameli a gombot. Az hagyja, na, most már nem itt van a pont.
Azt annyira nem értem a srácok, hogy ők hogy tudnak lemenni egy platformról. Csak simán nyomják a lefelét? Oké. Okay. Megvan. Így most már megvan. Hát csúnyán kikaptunk. Elvileg a kehely heal, amit karakterválasztásnál kijelölhetsz, az egyik ellenfél nyomta a ninja gópáján. Ászol, hogy az lehet a kehely. Megölt minket, igen, megöltek minket. De én lettem a harmadik a csapatunkból. Hoppácska. Itt megjött a vereség, igen. Megjött a csúfos vereség. Végre kikaptunk. Fehér lábak. Ez valami ilyen space cucc. Szerintem ninjagózni akarnak a legtöbben. Free for all? Hát a free for all. Na, én most ezzel az intergalaktikus hölgyeménnyel akarok lenni. Wissenschaftler für toxische Saberung. Az a durva, hogy mindenki a saját, tehát hogy nem mindenki, tehát hogy nem úgy van a karakter elnevezés, hogy mindenki a saját nyelvén látja a karakterek neveit, hanem minden, tehát hogy aki beállította mondjuk németül, annak német lesz a neve. Aki meg kínai, annak meg kínai lesz nálunk a neve. Én miért P5 vagyok, srácok? Konkrétan az... Nem tudom, hogy hol vagyok. Hol vagyok. Olyan indokolatlanok a hangok, srácok. Ez a játék eddig nem volt ilyen hangos. Ez a lövöldözés elég király. Tehát, hogy lesz Ponkempelt a srác, azt ő nyert. Most ez mi? Úgyhogy én öltem 9-et. Ezt a free for all-t most annyira nem értem, ne haragudjatok. Hogy ez most mi volt? Hát, hogy... Volt életünk, meg tudtunk halni háromszor mondjuk? Vagy ez most hogy volt?
3 életem van. Akkor ez mégsem ilyen űrhajós set, ahogy látom. 3 életed van, és aki utoljára marad, az nyer, aha. Szevasz, Gardrobe. Na, hol nem voltunk még? Mert ez a Prime Empire. Jaj, ott már voltunk a Hidden akármi, azt most nem akarom még egyszer. Na, Vidinyó, ott nem voltunk a Vidinyón. Vagy menjünk el fefát amúgy, mert ez mókás volt. Telón is fizetős? Nem tudom, az Apple Arcade egy előfizetés, hogyha jól tudom, szóval ott elvileg benne kell, hogy legyen. Ne csak a környezeten nézd, ott az ikon, hogy mi lesz a feladat. Special Power Up. Köszi, Scott. P2, én vagyok a P2. Ott van, ott egy ló, egy palipa. Most én hol vagyok? Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy hol vagyok. Én most nem létezem, így van. Nem, ott van. Meg vagyok. Azt se tudom, hogy hány életem van. Elég nagy probléma. Valószínűleg még egyszer fel tudok kiéredni. Ugye? Ledobáltuk a csirkével. Ledobáltuk! Igen, olyan 2 FPS-es volt a minecart. Na, 4-et öltünk, volt egy ilyen, hogy lézer robot, ő 11-et ölt, srácok. Az komoly. Na, ez a free for all mód, ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok, de ez nagyon jó. Ez nagyon adja. Zia Rodriguez. És gondolom child friendly, szóval nem tudsz usernevet váltani. Hát ugye úgy van, Gardrobe, hogy te magad pakolod össze a felhasználó, mint hogy a karaktered nevét, mint a Dark Souls-ba is az üzenet megfogalmazás. Hogy itt ezt te állítod be, hogy mi legyen. Na megnézzük, srácok, Zia Rodriguez-t. Szívás, hogy nem kapunk amúgy fegyvereket. Jó, akkor jó lesz az. Ja, custom nincsen. Nem tudom. Mehet a random. Mehet egy utolsó random. A Vidinyó, srácok! Van nálunk egy profi játékos, neki 835 pontja van, ő a takarító.
Tehát ez ilyen pontfoglalós munka. Tehát gyorsnak kell lennünk. Olyan fura a sajátszak ilyenkor, hogy amúgy már betöltött a játék, tehát a loadingnál a csík az már elérte a képernyő végét, de mégis most várunk. Robo Hip Hop. Emlékszem a Fall Guys-nak is milyen gondja volt az elején a játékos nevekkel. Azt én csináltam, meggongoltam, láttátok? Meg lett gongolva. Mi ez a tornádó? De fel tudunk ugrani, szerintetek? Szétlőve, srácok. Eddig pontokat illetően nagyon jól állunk. Hoppá, meg is halunk mindjárt. Na hát, pont szívás volt. Ne. Nah. Srácok. Nagyon lövöldözés. Hát ez a gong, ez iszonyatosan vicces. De az, hogy valaki ott repked, azt nem értem. Ez mi? Mi volt ez a cica vető? Mondjuk, ugye megnyerjük, srácok. Túl jó a csapatom. Victoriális Royal. A legnagyobb MMORPG-t is kb. Ezért kellett lelőniük, nem tudták biztosítani a biztonságot egy alapvető gyereketnek számító játékba. Uh-huh. Srácok, én lettem az első. Hoppácska. Tehát öldöklésben első, és kupában is első, de a zászlóban nem én lettem az első. A bronzos lett az első, értitek? Azt amúgy itt van velünk a... Itt ilyen goldosok is voltak velünk. Na, srácok, lett valami pálcám. Sok... prod. És egy arc. Tehát olyan tütüt már rárakhatnék a karakteremre, mondjuk? Szóval just let me left. Na, tehát. Na. Most már szeretném customizálni a karaktert. Tehát. A tütűs. A tütűs nyuszi. Nagyon jó. Nagyon jó. Csak kár, hogy fehér a tütűje. Jó. És van új fegyverünk. Végre. Nagyon jó. Na ez most. Szevasz, Dave. Üdv mindenkinek, srácok. Na, ezek a pályák már voltak. Az asztronyul. Ezek is már voltak. Ez ugyanaz a lobby, mint ami az előzőben is volt. Na, még egy Jurassicot így a végére, én azt mondom nektek. Vagy egy Western, nem tudom.
Azon csodálkozom, hogy talál ennyi ellenfele gyorsan. Hát állítólag nulla játékos van. Jézusom, hát az ott mi az enemibe? Én nem is akarom. Ne haragudjatok, de én ezt nem akarom. Mi volt az a champion player 1200 ponttal? Már ne haragudjatok, de tényleg ez... Mi volt ez a matchmaking? Kérem szépen. Jó, tehát Jurassic. A 13 player az a demóba volt, Guardrobe. A rendes játékra nullát ír, ha minden igaz. Ja, van crossplay, igen. És minden konzolon elérhető. Amúgy, jó, tehát most hiába dob be az enemybe champion-öket, akkor is lejátszok, jó? Hát, hogy akkor is végignyomjuk. Az helyzet itt meg a vidinyós pályát akarják. Na. Jurassic. És értitek, átrakják Free For All-ra. Meg nincs Jurassic. Jó, én azt mondom, srácok, mindegy milyen most. Nyomjuk. Persze, ninjagózzunk akkor. Na, működik az internet, Adria második? Azt mondod? Tök jó. Na nézzük, milyen társaink és ellenfeleink vannak. Jól van, srácok. Tapasztalatlan játékosok ellen. Oké, akkor ez jó lesz. Tehát mehek be tudnak szállni az oponensek itt ebben a Ninja Go Legacy játékmódban. Na, tehát a Garmadon csapatban ott vagyok én, meg... Azok miért néznek ki ugyanúgy, srácok? Csapom őket! Ott van! Csapjad! Mit akarsz? Dup team! Sácok! Kínosba lesznek rakva. De menő. Én vagyok a meha izé. Nyom a pontfoglalást. Hihi! Mit akarsz? Nyomod neki csapat. Hey! Konkrétan beafkolt mellettünk egy srác. Mindjárt ki fogok esni amúgy a mechből. Úgyhogy igazán bevéthetnék. Győzelmes rojálka. A győzelmes rojálka. Ott vagyok én magammal, meg még valaki mással. Ott van. Az én vagyok, srácok. Azt nézzétek. Hát very big. 1200 pontja volt a másodiknak, nekem meg 3000. Inasba rakva. Az ellenség hivatalosan is inasba rakva. Tökéletes.
És most már nem bronzos vagyok többé, hanem... Silver. Azt hiszem lefagyott a botom, gyegyus. Annyira csaltam, hogy még a botom se bírta. Ezt már a botom se bírta. Hát három rész már megvan ebből a csajsziból, már csak a feje hiányzik. Na, jó, srácok. Én azt hiszem amúgy... Nem nézzük meg minden pályát, de szerintem most így láthatatok mindent a játékból. Én úgy gondolom, hogy mindent láthatatok a játékból, ami jelenleg benne van. Hát így az, hogy szilveres vagyok, ez azt jelenti, hogy a 90.000. Játékos vagyok. Amikor meg éppen, hogy csak szereztem pontot a globál ranglistán, akkor 190.000. Lentem, tehát olyan 200.000 ember, vagy 300.000 ember biztos, hogy kipróbálta a játékot. Most ők azok a játékosok, akik nagyon jól játszanak, akiket itt elő láttok. Velük nem szeretnék összefutni. Silveres lettem ez alatt az bő egy óra alatt. Milyen a játék? Amúgy alapvetően nekem tetszik az, hogy ilyen tematikák vannak, így a legós tematikák vannak, ez nekem tetszik. A különféle játékmódok is tetszenek, igazából a harc az úgy néz ki, hogy nyomogatom a nézetet, ami így ütést csinál, tehát hogy ütögetem az ellenfeleket. Hogyha olyan világító ízét csapok szét, akkor még craftolni is tudok az előre kiválasztott valamieim közül. Azért mondom azt, hogy valamieim közül, mert a játék nagyon-nagyon-nagyon kevés dolgot magyaráz el, szóval azt tudom, mi az, amit szétütöttem. Ami hiányzik ebből a játékból nagyon durván, az az, hogy el legyen magyarázva, hogy így most mi micsoda. Tehát amúgy valószínűleg a gyerekek felfedezik, hogy mit hogy kell csinálni, csak ha nem tudod, hogy mi az, amit csinálsz, akkor nehéz elmagyarázni is. Olyan fura nekem. Túlságosan minimalista ez a UI, szóval, hogy így... Nem tudom, olyan fura ez a játék. Azt mondanám nektek, hogy ezt a játékot most így hasamra ütésként kéne mondani, hogy ez most milyen játék. Azt mondanám nektek, hogy ez most éppen most jött ki alfából, pedig amúgy nem így van. Tehát, hogy ez a játék megjelent, hivatalosan is megjelent, és 40 eurót kérnek érte. Van demója, szóval ki tudjátok próbálni. Van benne crossplay, tehát mindenki tud mindenkivel is játszani. Nekem ez nagyon fura, hogy így bemész a tutoriálba és azt így mondják, hogy merre menj, azt szevasz, ennyi volt a tutoriál, hogy elmondták, hogy merre kell menni. És nem mondják el azt, hogy mi az, amit szétcsapsz, mi az, amit gyűjtened kell. Nagyon-nagyon kevés az információ. Ez a játék 3 éve már van mobilon. Komolyan, azt mondjuk nem tudtam. Úgyhogy érdekes, a fejlesztő csapatnak, a Red Gamesnek nem ez az első játéka, szóval úgy nem tudom, hogy milyen játékai lehettek korábban. Azt tudom, hogy van jó pár, és főleg telefonos játékok, de ez a játék, mint brawler játék szerintem amúgy jó lehet majd idővel, viszont most ilyen nekem nagyon fura. Nagyon fura. Ezzel, hogy így nincs semmi se elmagyarázva benne. De legós így van, legós a játék, és ikonikus legós pályákon lehet játszani. Érdekes.